És innen lenne ez az U alakú felület feltárva, egy 75 méter hosszú aszfaltos, 6 méter széles utat építünk, aszfaltos utat építünk, és térkőből álló parkolásokat alakítunk ki. A terveket mutatta a város útkezelőjének igazgatója, a Diváros és Nádorváros határán a Verseny utca és a Szigeti Attila út találkozásánál indul hamarosan a munka, ahol 54 parkolóhelyet alakítanak ki. Egy olyan területen vagyunk a Szigeti Attila út mentén, ahol a nagy lakóépületek, emeletes panelházak tövében itt szanaszéjjel parkolnak az autók. Egyszerűen nem tudnak más csinálni, hiszen sok az autó, kevés a hely. És a 70-es években kialakítottak itt különböző járdákat, ahol gyalogos forgalom is lenne. De most már itt nagy kavarodás van, borzasztóan néz ki az egész. Nagyon szép zöld területek vannak egyébként, és érdekes dolog ez, hogy a 70-es években, amikor tervezték a lakótelepeket, akkor sokkal zöldebb volt, sokkal jobb terek voltak, mint amit az elmúlt 10 évben építettek Győr városában. Tehát akkor még azért megfontoltan tervezték a várost, viszont parkolók számát alábecsülték, hiszen nem volt ennyi autó. És Borsi képviselő úrnak a kezdeményezésére itt egy több mint 50 parkolóból álló parkoló placot alakítunk ki, úgy, hogy megmarad a zöld terület, sőt, még ezt fejlesztjük is, és a járdák is ki lesznek jelölve pontosan, úgyhogy egy kultúrát, szép tér fog itt kialakulni a lakók örömére. A polgármester a képviselőkkel együtt azon dolgozik, hogy a lakossági kéréseket mielőbb teljesíteni tudják, így lesz ez a Verseny utcában is. A képviselői körzetemben úgy Marcavárosban, Nádorvárosban és itt gyakorlatilag Adiváros határán is a fejlesztési koncepciók úgy születnek meg, hogy lakossági, valós lakossági igények alapján készülnek el a tervek, illetve készülnek el a kivitelezések. Ugye jól látható, hogy az idejében sikerült belehúznunk itt a fejlesztési tervek kivitelezésében, hiszen nem régen készült el a Hermann utca felújítása, jelenleg még zajlik a Török István utcában szintén 51 parkolóhely kialakítása, és hát itt is gyakorlatilag 54 szabályozott új parkolóhelyet fogunk kialakítani, új közvilágítással, új járdakapcsolatokkal és új zöld felületekkel. A 70-es években egy közösségi térnek építették ezt a területet, amit a 90-es években a folyamatosan növekvő parkolási igény szerint alakítottak át, azonban az útkezelő szervezet vezetője szerint ez már elavult, és bővítésre, felújításra szorul. Itt egy közel 75 méter hosszú U alakú zsákutcát fogunk kiépíteni, csapadékvízelvezetéssel, közvilágítással, járdakapcsolatokkal és ami a lényeg parkolóállásokkal. Itt 54 új parkolót tudunk létrehozni, tehát gyakorlatilag ez egy olyan urbanisztikai beavatkozás, ami gyakorlatilag egy pici várost építünk itt a panelépületek között, és itt tesszük helyre azt a kis hiányt, ami az elmúlt évtizedekben itt termelődött. A munkálatok július elején kezdődnek, az építkezés és az esetleges zaj miatt pedig kérik az itt élők türelmét.